Az éjszaka a mindenható Isten megmutatta nekem az egyház állapotát, és amit láthattam, az a következő volt. Egy árvaházban voltam, és ott alkalmaztak engem, hogy ott dolgozzak, abban az árvaházban. Viszont azt láthattam, hogy abban az árvaházban mindenki azt csinál, amit akar. Hatalmas felfordulás volt, minden szanaszét volt, rendetlenség volt, mondjam azt, rendszertelenség volt a szó. Jó értelemben mondom, hogy tehát nem a földi rendszerről beszélek, hanem a rendről, Istennek a rendjéről. Teljesen figyelmen kívül hagyták, mindenki azt csinálta, amit akart. Szanaszít voltak az emberek és a gyermekek, és mintha fogyatékosok lettek volna. Tehát nem teljesen egészségesek voltak a gyermekek. És a dolgom az lett volna, hogy tartsak rendet abban a házban. És megmondom őszintén, amikor megláttam, hogy ott mi történik, én meg akartam szökni. Azt mondtam, hogy az kizár dolog, tehát én ezt nem fogom csinálni. Ezt nincs ahogy ezt a munkát végezni, mert ezek a gyermekek annyira rendetlenek, annyira szertelenek, hogy nincs ahogy rendet tartani közöttük. És a következő képben azt láttam, hogy valamiért mégis működött a dolog. Hogy nem, mert nekem fogalmam sem volt, hogy mit kell tennem. Tehát akkora felfordulás volt ebben a házban, ebben az árvaházban, hogy azt sem tudtam, hogy mivel kezdem a munkát, vagy hogy hol kezdem, hogy hol tegyek rendet. Egyszerűen csak kapkodtam. És mégis valahogy azt tapasztaltam, hogy rend kezdett kialakulni ebben az árvaházban. Pontosan, mint ahogy mondhattam a minap a kedves barátomról, hogy mintha az Úristen a munkát a kezemre játszotta volna, és megmutatta volna, hogy mit csináljak, hogy mikor sepregessek, vagy mikor fegyelmezzek valakit, vagy mikor takarítsak, vagy mikor készítsek ételt. Tehát azt tapasztaltam, hogy noha én meg akartam szökni az árvaházból, mert éreztem ezt a munkát lehetetlen elvállalni, lehetetlen megcsinálni, mégis a mindenható Isten segített nekem, és mindent megmutatott, és minden könnyen ment. Pontosan, mint a barátom esetében, akiről kaptam az álmot, hogy hatalmas a teherautója, sok gond van vele, de mégis nagyon könnyen javítja, mert valaki a szerszámokat a kezére játsza, és minden a keze ügyében van, és ügyesen végzi a javítást, és végül a teherautó teljesen meg volt javítva. Tehát emberi szemekkel hatalmas volt az ő terhe, ezt el is mondtam neki, ezt az álmot. Hatalmas volt az ő terhe, de mégis könnyű volt, mert az Úristen segített neki megjavítani ezt a hatalmas nagy teherautót, ami az ő földi élete. Ugyanez volt az álom tulajdonképpen, csak az egyháza vonatkozóan, hogy bekerültem ebbe az árvaházba, mert Isten úgy látja az egyházat, mint egy árvaházat. Pontosan, ahogy mondja Jézus, ahogy fogalmazza a Máté evangéliumának egészen pontosan Márk evangéliumának a 6. részében, a 34. bekezdéstől, ahol is azt írja, hogy és kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszállná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdi őket sokra tanítani. Na hát én is ezt láttam az árvaházban, hogy olyanok voltak, mint a felügyelet nélkül való gyermekek, és mint a neveletlen gyermekek, a szertelen, a szeretet nélkül való gyermekek. És én emberi szemekkel, amikor ezt megláttam, szó szerint menekülni akartam onnit, meg akartam szökni az árvaházból. De azt éreztem, hogy tartozom a lakbérel, mert én is ott laktam ebben az árvaházban, mint munkás, de ott laktam ebben az árvaházban. És tudtam, hogy nincsen pénzem a lakbért kifizetni. Tehát nem mehetek el. Persze az én lakbérem az ki van fizetve, a legdrágább vérrel fizettek az én lakbéremért, hogy itt a földön lakhassak. Tehát én nem kell amiatt aggódjak, viszont amiatt igen, hogy a munkámat végezzem el. És a mindenható Isten megmutatta, hogy ez a munka, ez a teher könnyű, és az igán gyönyörűséges. Noha látszólag óriási baj az egyházban, mert az is óriási baj az egyházban, de a mindenható Isten mutatja, hogy kinek mi a szerepe,
ki mit kell végezzen, milyen munkát kell végezzen ebben a házban, ebben az árvaházban. A következő álommal, vagy pedig az ezelőtti álommal, már nem tudom egészen pontosan, megmutatta mindenható Isten, hogy mi okozza a bajt az egyházban, mi okozza a problémát az egyházban. Hát persze az is, amit én láthattam magamon, hogy meg akartam szökni arról a helyről. Tehát nem akartam vállalni azt a munkát, amivel megbízattam. És igen, pontosan ez történik az egyházban, ugyanis sokan kaptak egy talentumot, kettőt, öt talentumot, akár többet is, de nem dolgoznak, és nem végzik azt a munkát. A láthatókra néznek, arra néznek, hogy milyen nehéz dolga van a bizonságtevőnek, hogy mekkora a felfordulás az egyházban. És ez valóban így van. De figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Isten mindenható. És az ő mindenhatósága és az ő uralma nagyobb, mint a felfordulás emberek. Tehát ő nem veszett el a kontrollt. És ezt mi hajlamosak vagyunk elfelejteni. Tehát ő továbbra is Úr mindenek felett. Az egyház felett és minden felett. A munka nehezét ő végzi. A mi dolgunk csupán annyi, hogy ráfigyeljünk. Nem kell többet elvégezzünk, mint amivel megbíz minket. De kevesebbet sem, emberek. Kevesebbet sem. És ebben az álomképben azt láthattam, hogy egy szomszédommal, egy emberrel beszélgetek, az ő házában vagyok, és ő folyton dicsekszik fölösleges, hiába való dolgokkal, tehát teljes jellemtelenséget látok, teljes jellemtelenséget. Ott van az ő barátja is, ő is dicsekszik, és én meg beszállok ebbe a játszmába. Én is próbálok úgymond világi értelemben nagynak tűnni az ő szemükben. Tehát megmutatta Isten ebben az államképben, hogy nagyon sokan mit tesznek. És én is meg vagyok kísértve ezzel, hogy a világiaknak próbáljak megfelelni, és ne pedig annak a munkának, amire engemet Isten elhívott. Azt mondja Jézus, hogy az aratnivaló sok, nagyon sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, mert az aratás már fehér, meg van érve az aratásra, de nincs, aki dolgozzon, mert az Istennek a bizonságtevői vissza akarnak menni a világba, a világban dicsekednek, a világban hivalkodnak, az anyagiakkal, a földiekkel foglalkoznak, és nem azt a munkát végzik, amivel Isten megbízta őket. Sőt, még arra is hajlamosak, hogy versenybe szálljanak a világiakkal, a világiak területén, a világi kincsek területén. Emberek, ez szégyen és gyalázat. Sajnos ez is történik az egyházban. Istennek a házanépe között ez is történik. És elfelejtik azt, hogy Jézus azért imádkozott, hogy az Úristen ne vegye ki őket a világból, megtartsa. Tehát nem azért fohászkodom, hogy kivedd őket a világból, hanem azért, hogy megőriz őket a bűntől, a hiába valóságtól, attól, hogy ők belemenjenek fölösleges, hiába való játszmákba. Ezért imádkozott Jézus az atyához. Mi pedig a világiakkal versenyezünk, hogy kinek milyen van, de nekem is van olyan szerszámgépem, nekem is van ilyen alkatrészem, én is megvettem azt, te is megvetted azt, és így tovább, és így tovább. Ilyenekkel foglalkozunk. Istennek a házanépe. Hangsúlyozom. Tehát Jézus pedig azt mondja, hogy ha ezek elhallgatnak, már pedig ugye kire gondolt itt? Hát az Isten gyermekeire, a bizonságtevőkre. Hogyha elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. Tehát hogyha mi elhallgatunk, és úgy gondoljuk, hogy fontosabbak számunkra a világiak, akkor a kövek által Isten el fogja végezni a munkát. De ez hatalmas szégyen számunkra, sőt, még az is megtörténhet, hogy visszaesünk a világba teljes mértékben. Mert a világiakra nézünk, és a földiekre nézünk, nem pedig a mennyeiekre, nem pedig arra, amivel minket Isten megbízott. Olyan nehéz felfogni nekünk azt, hogy elvileg az Úristen, mikor mi megbántuk a bűneinket, szembesültünk azzal, hogy éltünk mostanig, és hozzáfordultunk, elvileg ő minket már abban a momentumban hazavihetett volna a mennyek országába, akár fiatalon, akár idős korban. De nem ezt tette, mégsem ezt tette, hanem megkímélt minket a haláltól, a kárzattól, mert sokan szó szerint az öngyilkosság peremén lettek megfordítva, hogy nehogy belessenek a fenegetlen szakadékba. Tehát megkímélte az életünket, megkegyelmezett nekünk, és mi visszamegyünk a világba.
Nem fogjuk fel azt, hogy Isten azért tartott a világban minket, hogy legyen a világban világosság. Ezért imádkozik Jézus úgy, hogy nem azt kérem, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megtartsd őket, mint bizonságtevőket. Ti vagytok az élet sója. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, ezt mondja Jézus. De ez hogyan történhetne meg, hogyha én a világiakkal versenyzek, hogy hát nekem is ilyen autóm van, nekem is olyan szerszámgépen van. Én is megvettem azt, beszélek a múltról, hogy gyermekkoromban mit sportoltam, és szó szerint versenybe szállunk a világiakkal, a világi értékrend szerint. Emberek, ez őrültség. Ez őrültség. Hangsúlyozom, hogy te, aki kegyelmet kaptál a mindenható Istentől, amikor te kegyelmet kaptál, olyan állapotban voltál, hogy már meg is haladtál volna. Szinte elveszettél az életedet. Sokak, akik hallgatták a kiáltó szót és megmenekültek. Amikor hallották a kiáltó szót, hallgatták a bizonságtevőket, vagy hallották Istennek a hívását, ők már olyan állapotban voltak, hogy szinte meghaltak, szinte elvesztek. És ezek után mégis visszakívánkoznak a világba, és azon gondolkoznak, hogy mit kéne dolgozzanak, hogyan kéne ők teljesítsenek. A régi értékrend szerint, mint a 9 leprás, visszamennek a leprába emberek. Szégyen és gyalázat, ezt kell mondjam. És ezt én úgy mondom, drága embertársak, mint aki szintén meg van kísértve azzal, hogy visszamenjen a világba, hogy a világiak szerint teljesítsen. Noha Jézus egyértelműen kijelentette, hogy semmiért nem kell aggódnunk. Az ég adta világon. Semmiért nem kell aggódnunk, hanem keressük az igazságot, a mennyek országát, annak kincseit, és minden megadatik ráadásul, amire szükségünk van a földön. Ezt mondja az élő Isten, nem fogunk sem éhezni, sem fázni, meg lesz mindenünk, és a legdicsőségesebb és a legszebb munkát végezhetjük. Mi lehetünk szó szerint a világ világossága, mert Jézus nincs itt, emberek. Persze mi Jézusról beszélünk, de ez jelképes. Ő nincs itt, emberek. Ő azt mondta, hogy az igazság az, hogy én az atyához megyek, és soha többé nem látok engem. Őt testben nem fogjuk látni. De a Szentlélek által itt van közöttünk. Nem Jézus a világ világossága, hanem te vagy az, én kell legyek az, és mindannyian, akik megváltást kaptunk, és feltámadtunk a lelki halálból, emberek. Jézus a mennyben van, a Szentlélek van itt. Tehát ilyen értelemben nem teljesen helyes úgy beszélni Jézusról, hogy ja, Jézusról ezt beszélgettem, Jézus ezt mondta. Persze ez átvitt értelemben igaz, de a Szent Lélek mondja. Persze a Szent Lélek Jézusból szól, az Atyából szól. De helytelen úgy beszélni, hogy Jézus ezt mondta, Jézus azt mondta. Egészen pontosan nem mondható az sem, hogy helytelen, de ez egészen pontosan úgy történik, hogy a Szent Lélek van itt, Jézus felment az Atyához, aki testben itt volt közöttünk, ő felment az Atyához, ő az Atyánál van, a mennyben van. És előkészíti a terepet számunkra, emberek. Ezt teszi ő most. Tehát mi vagyunk, mi kell legyünk a világ világossága, az élet sója. Amíg ő a világban volt, ő volt a világ világossága, de most te vagy a Krisztus teste, és mindenki, aki feltámadt a lelki halálból, ő a Krisztus teste. Mi lesz ezzel a világgal, hogyha mi azon kezdünk versenyezni, a világiakkal, hogy mi is hősök voltunk gyermekkorunkban, nagy hősök voltunk, és sportoltunk meg, nem tudom én, miket vásároltunk, amikor mi kéne világítsunk. És közben a mindenható Isten eszembe jutott több történetet, ami történt az egyházon belül is történik, ugye? Persze erre fel lehetne hozni bibliai történeteket is, egészen pontosan azt, amit Jézus mondott, hogy ha te miután megmenekültél, ha te az egyik szemed téged bűnre csábít, bűnre víz, vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked fél szemmel csonkán bemenni a mennyek országába, mint éptestel a gyerna tűzire vettetni. Ha te jobb kezed, vagy jobb lábad bűnre visz téged, megbotránkoztat, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán, fél szemmel bemenni az életre, mint épp testtel a gyehenna tüzébe vettetni.
ahol lészen sírás és fogcsikorgatás, hol a férgök meg nem hal, a tűzök el nem alszik. Tegnap is erről beszéltem, hogy nagyon sok ember élve van eltemetve, nem tud kijönni a testből. Ez a kárhozat. Nem tud kijönni a testből. Nem tud elszakadni a testtudattól. A lélek nem hal meg emberek, a test. És végig kell szenvedje a rothadást, a test rothadását. Ezt még hányféleképpen kell elmondani, hogy ezt valahogy felfogjuk. A kedves barátom mesélte, hogy az történt egy emberrel, hogy van ez a ipari aprító, tehát amikor az ilyen törmelékfát, ágakat a traktor után van egy ilyen gépezet, ami felaprítja, tehát az a traktornak a motora megy, és nyomott bele az ágat, és azt felaprítja. És ott az ő településen, ahol ő lakik, abban a közösségben egy ember ezt a munkát végezte, de egy ágat fordítva tett be, és az ág becsípte az ő karját, és behúzta az ő karját abba a gépezetbe, és felaprította az ő karját, szacskába vágta az ő karját, és végül kirántotta a karját a helyéről, és a bordáit betörte. Ez történt avval az emberrel. És végül meglátták a szomszédok, hogy mi történik, és odarohantak, és valaki ugye Istennek a lelke által teljesen biztos lélek jelenlétbe került az ember, és valami ruhát betömött oda a kar helyébe, hogy ne vérezzen el. A mentősök azt mondták, hogy ha nem tette volna be azt a rongyot, elvérzett volna és meghalt volna. Az ember ma is él, de fél karral emberek. És ügyeljetek, mert Jézus ezt teljesen komolyan mondja. Nekem is jobb, hogyha az egyik szememet kiványom, egyik szemem kifolyik, vagy az egyik karamat elvesztem, vagy egyik lábamat elvesztem, mint hogy azt csináljak, amit akarok. Visszamenjek a világiakba, és azáltal újból teljesen testivé váljak. Menthetetlenné váljak. Jobb nekem csonkán bemenni az életre, mint épp testtel a gyehenna tüzébe vettetni emberek. Ez teljesen komoly. Nem hiába mond Jézus ilyen példázatokat. Hogyha valakinek arra van szüksége, egy ilyen balesetre van szüksége, hogy kiszakadjon a karja vagy az egyik lába. Ilyenről is tudok, hogy volt egy ember, akinek a fél lábát levágta a vonat. A sínek összecsukódtak ott, ahol volt a csatlakozás, ugye, ahol át tudott menni egy másik pályára vonat, a sínek rácsukódtak a lábára. És jött a vonat, és mintsem, hogy meghallja mindenestől, félre fordult, és a lábát ott hagyta, és a vonat levágta a lábát. De az ember tudta, hogy mi a tisztesség. Isten félő ember volt, élete végéig. Fél lábbal élt, de a lelke tiszta volt ennek az embernek. Legalábbis a tanú szerint, aki ezt látta, aki ismert ezt az embert, tudta, hogy milyen ember volt, hogy milyen tisztességes ember volt, milyen alázatos ember volt. És úgy látszik, hogy elveszett az egyik lábát, az a javára szolgált. Megmaradt ő lélekben, tiszta lélek maradt. És minden bizonnyal megmenekült az ő lelke. Ügyeljünk emberek, mit csinálunk, mert a világ kísért, mindenkit megkísért a világ. Hogy menjünk a fejünk szerint, hogy folyunk vissza a világba. Hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amivel nem kéne foglalkozzunk. Miért? Azért, mert ijesztő az egyház állapota. Ezt láthattam álomban, én is megijedtem, és el akartam futni onnét. Olyan volt, mint egy árvaház, tele fogyatékos emberekkel. El akartam rohanni onnét, meg akartam szökni, de Isten nem engedte, hanem azt mutatta, hogy ő nekem mindenben segít, a kezemre játszik mindent, csak csináljam, végezzem a dolgomat. A tegnapi álom, amit kapott a kedves barátom, Ferenc, aminek... elmondtam azt, amit én kaptam Istentől magyarázatot, hogy a kutak kiapadnak, nem lesz tiszta víz a kutakban. Ennek a jelentése az, hogy az emberek meg akarnak szökni. Az egyháztagok vissza akarnak szökni a világba. A világiakkal akarnak versenybe szállni. Nekik akarnak megfelelni. Nekik akarnak tetszelegni. És ezért nincsen tiszta víz a kutakban. Kezd kiapadni a forrásvíz, az ivóvíz. Kezd kiapadni, és ahol van víz, az is állott víz. Poshat víz, amiben visszajönnek a békák, a tisztátalan lelkek, kurutyolni, a bűnök. És nincsen víz, nincsen tiszta víz, amiből kávét főzni, jelképesen, hogy ne aludjanak vissza az emberek, hogy ébren tartani az embereket, az egyház tagokat is, a bizonságtevőket is. Mert az én bizonságom nem csak az én bizonságom,
A Ferenc bizonsága nem csupán a Ferenc bizonsága, hanem az én bizonságom is. Én is kaptam azt a figyelmeztetést a Ferenc álma által. Nem csak ő kapta, és mindenki kapja, a bizonságtevők kapják. Azt mondja Jézus, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, jöjjetek én hozzám, ne féljetek. Mert megadok nektek mindent, ha gyávák vagytok, valljátok meg, adok bátorságot is, és vállaljátok fel azt, amit kaptok a saját Facebook profilotokon is. Ne bujkáljatok, emberek, vállaljátok fel, hogy mit tett veletek személyesen is, mit tesz a mindenható Isten, mit ad nektek. Azért van, hogyha már amúgy is internetfüggők vagytok, és mindenki az, a legtöbb megtévesztett ember az interneten van, emberek. És tudom, hogy sokkal jobb és sokkal szebb élőben szemtől szembe beszélgetni, és Isten arra is megadja a lehetőséget, nekem is megadja. De a legtöbb megtévesztett ember az interneten van, megrekedve a világ háló csapdájában. Úgyhogy egész nyugodtan fel lehet vállalni, ha már van Facebookod, vállald fel a Facebookon, hogy mit tett veled a mindenható Isten, ne bújkálj. Mert hogyha felvállalod, akkor megsokasítja a talentumokat, és megadja a lelki örömöt, a lelki békét, és veled marad az időd végezetéig, a világod, a szemed világa végezetéig, ember. A mi terhünk könnyű. A mi igánk gyönyörűséges, nem kell megijedjünk semmitől, mert hatalmat kaptunk a pogányok felett, hogy kígyókon tapossunk, ezt mondja az Úr Jézus. Nem kell féljünk semmitől, az ég adta világon. Ha láthatókra nézünk, akkor a szemeink világa megkísért minket. De Jézus nem azt mondja, hogy a láthatókra nézünk és annak higgyünk, mint ahogy én tettem az álomban, hanem azt mondja, hogy nézünk a láthatatlanokra, az ő szavára. És ő velünk lesz az idő végezetéig, és az ő hatalmát mi megkaptuk, hogy kígyókon tapossunk, és uralkodjunk a kígyók fölött, hogy ne uralják le az embereket. Ez a mi dolgunk a világban, ezért lettünk a világban tartva, ezért nem haltam meg én sem, amikor meg akartam halni, meg szerettem volna halni, mondja azt. Hanem azt mondta, hogy inkább újjászüllek, maradj a világban, hogy legyen világosság azok számára, akik még megmenekülhetnek. Ez a mi dolgunk, emberek. Velünk marad az idő végezetéig, adja a bátorságot, adja az elhívást, adja az erőt, adja a vigasztalást, adja a kijelentést, adja a lelki örömöt, megad mindent, amire a testnek szüksége van. Mi kell több, emberek? Mi kell még? Legyünk hűségesek, ő hűséges. Azt mondja, hogy mindenki megmenekül, aki kitart az idő végezetéig, aki mindvégig áldatos marad, és maradjunk a helyünkön, mint őrállók, és tegyünk bizonságot alkalmas és alkalmatlan időben az embereknek, hogy minél többen megmeneküljenek, mert az egyház tele van fogyatékosokkal, ez az igazság, akik visszaestek a világba, és nincs, aki beszéljen, mert a mostani bizonságtevők is inkább visszamennének a világba, mintsem, hogy feltámadjanak, és világítsanak, és bátran, hisz nincsen semmi veszíteni valónk, hogyha tőlük fel megütnek is, vagy fejbelőnnek is, akkor is csak olyant veszítesz el, amit mindenképp elveszítenél. Mindenki elveszíti azt. A testi földéletét mindenki elveszíti, ember. Amúgy, hogyha Isten nem mentett volna meg, már rég el lennél temetve. Ezt tudod te is. Megmenekültél. Mit féltesz? Isten kezében, az Úr Jézus a Krisztus kezében van az életed. És a mi igánk könnyű. A mi terhünk könnyű. És az igánk gyönyörűséges, emberek. Ezt ne felejtsétek el. Legyetek ti a világ világossága. Az élet sója. Mert nem rejtethetik el a hegyen épített fáros, és még sokan meg kell meneküljenek. Sok fogyatékos lelkiértelemben fogyatékos ember meg kéne meneküljön. És Isten megad nekünk mindent, hogy a munkánkat, a bizonságtételünket elvégezzük ezekben az időkben. Ingyen kaptátok, ingyen osszátok. Isten áldjon. Sziasztok!